aki nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Péter apostol első leveléből az első fejezet harmadik versével köszöntöm szeretettel a testvéreket húsvét ünnepén. Krisztus feltámadt megigazolásunkért. A húsvéti ünnep szakunkban ez az a mondat, amire figyelünk, ennek a mondatnak a mentén bontakozik ki majd húsvét és az azt követő időszaknak a mondani valója. Ma a halál legyőzőjére figyelünk. Szeretettel hirdetem a testvéreknek a következőket. A veszélyhelyzet fennmaradásáig további nyilvános istentiszteletet nem tartunk, vagyis ez azt jelenti, hogy holnap már a gyülekezet YouTube csatornáján fogjuk tudni megtalálni a holnapi német istentiszteletünket. Nagyon reméljük, hogy április végével, május elejével el tudjuk kezdeni a nyilvános istentiszteleteket, ahogyan a veszélyhelyzetet feloldják. A gyülekezet YouTube csatornáján megtalálható nagypénteki passió istentisztelet, ma hajnalban a tavalyi virrasztás is látható volt, illetve most is látható, illetve elérhető lesznek a nagypénteki, illetve mostani istentiszteletünk is. Megjelent a gyülekezet Kisharang című hírlevele. Végül szeretnék a gyülekezet vezetősége, családom és magam nevében is áldott feltámadás ünnepet kívánni minden testvérünknek. Adja Isten, hogy jó egészségben, egymásra figyelve, egymásért imádkozva tudjuk megélni ezt az ünnepet. Az Isten tiszteletünk hasonlóan nagypéntekhez rövidített liturgiával lesz. Nem énekünk és nem lesz úrvacsora, az énekeket viszont kivetítve megtaláljuk vagy látjuk a szövegét, közben pedig orgona meditációt hallhatunk. Az első ilyen énekünk a 215-ös ének lesz. Thank you.
Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt, dicsérjük az Urat. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez csodálatosan szemünkben. Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett. Vígadozzunk és örüljünk ezen. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt. Dicsérjük az Urat. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, egyszülött fiat feltámasztásával legyőzted a halált, és utat nyitottál nekünk az örökké valóságból. Ad nekünk szent lelkedet, hogy feltámadjunk a lelki halálból, és elnyerjük az örök életet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, azokat az igéket, amelyeket erre a mai Isten tiszteletünkre, húsvét ünnepére egyházunk felolvasásul kijelölt. Az első ige szakaszunk Sámuel első könyvéből, a második fejezet első 10 verséből hangzik fel. Ezek után a 219-es énekünk első versét elmélkedhetjük végig. Ezt követően pedig az ünnep evangéliuma hangzik fel Márk evangéliumából, a 16. fejezet első 8 verséből, a következőképpen. Akkor így imádkozott Anna: örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki nincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyjál szátokat a kérkedő szó, hiszen minden tud a Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íje összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. Jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnan. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szükölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat nekik, mert az Úré a föld oszlopai, rájuk helyezte a föld kerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, menny dörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti felkentének hatalmatod.
Amikor elmúlt a szombat, Magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint felfedezték, felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig igen nagy volt, és amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názareti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, és mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amit megmondta nektek. Kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem a Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetése készülve a 218-as ének szövegével tudunk elmélni.
igét, melyet megírva találunk a Jelenések könyvében. Az első fejezet 9. versétől a 18. versét a következő képében. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álmodatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéért és Jézus bizonságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáért, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efezusban, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíciába. Megfordultam is, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlott. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körül övezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő, éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Ünnep. Sokféle helyzetben megélt ünnepünk van. Van, amikor megajándékozottak lehetünk, mert együtt a család és bensőséges, általunk teremtett körülmények között tudjuk megélni az ünnep mondani valóját. Van azonban olyan helyzet is, amikor az ember szélsőséges emberi helyzetben, betegágyon, lágerben, háborúban, vagy éppen egyedül, magányosan kénytelen szembenézni, mit is akar mondani számára az ünnep. János számüzetése, közösségből való elzáratása hasonló helyzetet mutat jelenlegi állapotunkhoz. Őt ellentétben a többi apostollal nem végezték ki, nem halt mártír halált. De mint öreg apostolt száműzik a közösségből, a társadalomból Patmosz szigetére. Azonban ez az elválasztottság, ez az elzártság sem tudja elzárni Jánost a gyülekezetétől. Az Úr napjának megélése, a gyülekezet közösségének, az egyháznak a megjelenése Krisztusban mind arról beszél, hogy még Patmosz szigetén is János az övével van együtt. Krisztus. Az Úr napján jelenik meg neki a feltámadott Úr. Az Isten tisztelet részeként felhangzó trombita szó az Úr jelenlétét hivatott érzékeltetni. Maga Isten van jelen. Isten jelenléte azonban nem öncélú. János feladatot kap. A tanúságtevő a hírvívő szerepét. Vagyis azt, hogy mindazt, amit lát és hall, írja meg, és küldje el a 7 gyülekezetnek. A 7-es szám persze a teljességet jelenti, jelképezi, azaz az egész egyházat jelenti számunkra. Amikor Krisztus megjelenik neki, János földre esik, összerogy, mint a halott. Sokszor tör elő bennünk az a félrevezető irány, hogy csak érzelmeinkből kiindulva gondolunk dolgokat,
akár Istenről is. Akár a vele való barátságot, akár más Isten-ember kapcsolatát leíró helyzetet bizony sokszor félreértjük. Ugyanígy tévút lehet ennek a látomásnak az értelmezése is. Nem érzelmei, vagy éppen módosult ideg állapota vezeti az öreg János mind abban, amit hall és lát. János nagyon is tudatosan, és az Istentől elragadtatva látja mindazt, amit leír. Nem barátinak éli meg az Úrral való találkozás sem. Talán mi úgy képzelnénk el János találkozását a Mesterrel, hogy oda rohan. Végre újra látlak, szavakkal felkiált. Nem. Ézsaiáshoz, a többi prófétához, de Péterhez és Saulhoz hasonlóan halálfélelmében rogy a földre. Elvesztem. Ez az, amit érez. Mert Isten van jelen. Ekkor szólítja meg őt az irgalmas Isten, maga a feltámadott Úr. Ez a megszólítás veszi el a félelmet. És nem maga gondolja úgy, hogy nem kell félnem. Annyira könnyűnek gondoljuk ezt a sokszor angyalok szájából elhangzó igét, isteni szót, ne félj. Pontosan a mostani időszak is rávilágít, mennyi félelem van bennünk. Akár betegségtől, járványtól, akár jövőtől, akár emberektől. Ezeket a félelmeket sokszor meg sem tudjuk fogalmazni. Csak látjuk, akár gyermekeinken is, a szorongás, aggódás, félelem okozta következményeket, lelki, pszichés vagy egyéb tünetek. Ne félj, szól hozzánk Isten szava. Ne félj, szól a feltámadott Úr Jánoshoz is. Teremtő szó ez a ne félj, amely gyógyít, amely újjáteremt, amely a szeretet legnagyobb ajándékát adja meg, a feltétlen bizalom és nyíltság ajándékát. Amikor János megfordul, az Isten fia, a megdicsőlt Krisztus áll előtte. Azok a képek, amelyekkel leírja mindezt, részben az Ószövetségből vett szimbólumokkal, részben az első század korabeli ember nyelvezetével mondja el mindazt, amit lát. 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók közt az ember fiához hasonló. A 7 gyertyatartó itt magát az egyházat szimbolizálja, az emberfia kifejezés pedig még Dániel prófétától is ismerjük. Benne jelen van Jézus embersége, de benne jelen van az új Ádám is, Isten teremtettségének koronája, akiben ő maga volt és van jelen ebben a világban. Hosszú palátba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Jézus főpapi tisztére utal. Ha végig olvassuk Mózes könyvét, a főpap öltözékéről bemutatja számunkra az igazi főpapot, Jézus Krisztusban. Ezt találjuk a zsidókhoz írt levélben is leírva, ahogyan bizonságot itt tesz a levél szerzője. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú. Amikor valaha is ábrázolták a mennyei atyát, az időtlenség és kortalanság jelenik meg ebben a fehér színben, azaz az örökké valóság. Szeme, mint a tűz lángja. Előtte semmi sem maradhat titokban. Tulajdonképpen ezt fejezi ki. Lábai pedig hasonlítottak a kemencében iszó aranyérchez, amely jelképesen Krisztus ítéletének igazságos voltára, és arra utal, hogy az ítéletben megtör minden gonosz hatalom. Az Isten oldalán álló megdicsőült emberfia Krisztus, tehát az örökké való főpap, de ugyanakkor a világot megítélő bíró is, akinek teljes hatalom adatott menjen és földön.
Hangja nagy vízesés zúgására emlékeztet. Mindezek a vonások egyértelműen nem csak az emberfia Krisztus megközelíthetetlen fentségét fejezik ki, hanem utalnak arra is, hogy ebben az értelemben jelenik meg a dicsőségben Isten jobbján trónuló Úr Krisztus. Így kell utalni arra, hogy ez az Úr a hét gyertyatartók közt és kezében a hét csillaggal áll meg János előtt. A hét gyertyatartónál hét egyes gyertyatartóról van szó, amely éppen úgy, mint a hét csillag, a hét kis ázsiai gyülekezetet, másképpen az egész egyházat jelképezi. A megdicsült Krisztus és egyháza tehát összetartoznak. Krisztus jobbjában tartja egyházát, jobbja az erő és a hatalom jelképe. Krisztus szájából kétélű kard nyúlik ki, ami igéjének és ítéletének megfellebbezhetetlen igazságosságát szimbolizálja. Mit érthetünk meg ebből a látomásból? Azt, hogy az emberfia Krisztus és egyháza János látomásainak az egyik fő mondani valója. És pedig egyfelől abban az értelemben, hogy jobbjában tartja a gyülekezetet jelentő hét csillagot, azaz hatalmának minden ellenséges támadását kivédő oltalmával védi egyházát. Másfelől pedig abban az értelemben is, hogy ítélete alatt összeomlik, és semmivé lesz minden gonoszság és Isten ellenes lázadás, míg végül majd a megváltott gyülekezet egyedül Istent dicsőíti. Ezért ragyog Krisztus arca úgy, mint a teljes erejéből, fénylő nap. Húsvéti ünnepünkben fontos, hogy komolyan vegyük a gonosz és a halál hatalmát. Sokan elmentek közülünk most is, ebben a járványjal terhelt időszakban, akikre nem is számítottunk. De ugyanilyen komolyan kell megélnünk Isten jelenlétét is, nem csak a gonosz hatalmát. És csak így érthetjük meg, hogy a feltámadt élő Krisztus jelenléte gyülekezeteiben, az egyházban valóban a teljes örömöt, az igaz ünnepet hozhatja el számunkra. Nem egy eufória érzés húsvét ünnepe, nem egy vidám vasárnap, hanem az élet győzelme feletti elvehetetlen öröm, amely komolyan veszi a nyomorúságot, a szenvedést, amely komolyan veszi ebben a bűnös kínokkal terhelt világban mégis Isten és Krisztus királyságát. És amely komolyan veszi mindezek mellett Krisztus végső győzelmét, mely álhatatossággal ajándékoz meg bennünket. Mert tudja, hogy bár az időt nem tudjuk, de mindez bekövetkezik az idők végén. János látomása és az élő Krisztus megszólalása ebben erősít meg bennünket ezen az ünnepen. Jézus így fogalmaz, ahogyan olvastuk, én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó és az élő. Én vagyok az, aki uralkodok. Lássuk meg a János számára megjelenő feltámadott Úrban a mi élő Úrunkat, aki most is és mindenkor velünk van, és aki szavával nem csak elűzi a félelmet, hanem újjá is teremt örök életre. Mert ahogy megint csak olvassuk, halljuk, nála vannak a halál és a pokol kulcsai. Adja Isten, hogy a dicsőséges és feltámadt Úrral való közösség, a benne való hit és a feltétlen szeretet töltse be ezt a mostani húsvéti ünnepünket. Amen. Imádkozzunk.
Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel mondunk neked köszönetet, hogy Szent Fiat feltámasztásával győzelmet arattál a bűn és a halál felett, és megajándékoztál minket az örök élet reménységével. Ezzel a reménységgel könyörgünk most hozzá. Istenünk, tarts meg minket feltámadott és élő Urunk nyájában, hogy őt kövessük életünkben, és vele részesüljünk örök országot örömében. Add, hogy Krisztus Urunk húsvéti győzelmének fénye megvilágítsa hétköznapjainkat is, hogy világosságában járva az örök élet örömének és békességének hordozói legyünk, szeretteink és minden embertársunk között. Oltalmazó szeretetedbe ajánljuk a betegeket, a megfáradtakat, az öregeket, az özvegyeket és az áldákat. Vigasztalt, megszomorodott szívű testvéreinket az örök élet evangéliumában. Könyörgünk, szenteld meg a gyermekek és ifjak örömét. Add, hogy növekedjenek testben és lélekben, az előtted és emberek előtt való kedvességben. Urunk Jézus Krisztus, vágyódunk már, hogy testedből, véredből terített asztal mellé ülhessünk, hogy úrvacsorázhassunk. Nem vagyunk mi vagyunk méltóak arra, hogy hajlékunkba jöjjünk, de segítségedre szorulunk, és vágyódunk kegyelmedre. És félünk engedelmeskedni hívásodnak, hogy asztalodhoz üljünk. Tudjuk, Urunk, hogy Te elevenen munkálkodsz közöttünk, és utat találsz mi hozzánk ma is. Mindenkor csak Te játszolunk, és csak Te benned bízunk. Szabadíts meg minket ettől a járványtól, hogy újra teljes szívvel, közösségben örvendessünk neked. Ahogyan meglátogattad félelemtől bezárkózó tanítványaidat, úgy látogass meg minket is, és teremts bennünk új hitet, és részesíts eljövendő országod örömében. Hallgass meg minket, Urunk, mert Te vagy a mi mennyei Atyánk. Tiéd a dicsőség és a hálaadás mindenkié. Te irgalmas és kegyelmes vagy, meghallgatod az imádságot, és megadod mindazt, ami népet javát szolgálja, ami feltámadott és élő Urunk Jézus Krisztus által, akinek tanítása szerint együtt még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyünk Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa tereád az ő arcát, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen 220-as énekünkkel meditálhatjuk végig az Isten tisztelet végét. Erős vágy!